Február 15-e a határidő azok számára, akik 2018. szeptemberétől valamely felsőoktatási intézményben szeretnének tovább tanulni. A jelentkezés idén is a felvi.hu internetes oldalon történik, ahol részletes tájékoztatót olvashatnak az érdeklődők az eljárás menetéről, az intézményekről, valamint a választható szakképzésekről is. 2018. február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az egyetemek és főiskolák szeptemberben induló képzéseire. A Magyarországi Központi Felsőoktatási Felvételi Eljárásban kizárólag elektronikusan lehet jelentkezni, utólagos kérelembeadásra pedig nincsen lehetőség. Az eljárási folyamat a hitelesítést követően indul. A jelentkezők az eljelentkezési felületen kitöltik a személyes adataikat, a képzéssel kapcsolatos adataikat, feltöltik azokat a dokumentumokat, amelyek már nekik rendelkezésre állnak a pontszámításhoz, ezt követően le tudják zárni a jelentkezésüket, és akkor a felület megkérdezi őket, hogy rendelkeznek-e ügyfélkapuval, amennyiben igen, akkor a hitelesítést az ügyfélkapus azonosítójukkal való ügyfélkapus regisztrációval meg tudják tenni, ez nagyon gyorsan és egyszerűen megvan, amennyiben a jelentkezőnek nincsen ügyfélkapus azonosítója, nem regisztrált az ügyfélkapun, akkor a hitelesítő lapot azt ki kell nyomtatnia, aláírnia és postai úton beküldeni az oktatási hivatalba. A hitelesítés határideje 2018. február 20-a éjfél. Késedelmi időre itt sincs lehetőség. Dr. Stréger Csilla, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnök helyettese a jelentkezési eljárással kapcsolatos általános hibákat ismertette. Két fontos hibára szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy ne csak egy helyre nyújtsák be a jelentkezők a jelentkezésüket, az első három jelentkezés teljesen ingyenes, a további jelentkezések 2000 forintba kerülnek, tehát nem érdemes ezen spórolni, azonban, hogyha valaki csak egy helyre jelentkezik, és bármi hiba csúszik az érettségébe, bármi nem úgy sikerül, vagy felcsúszik azon a szakon a ponthatár, akkor nem fog bejutni a felsőoktatásba. Ez az elmúlt éveknek a trendje, hogy csak az államszak kerül be a felvételibe, javasoljuk, hogy több képzés is megjelenésre kerüljön, a realitások és esetleg egy ilyen kiskapu szak is, amelyre még mindig érdemesebb bejönni a felsőoktatásba, mondjuk, mint másra tölteni az évet, tehát mindenképpen javasolunk több meghirdetést. Egyéb iránt pedig azt javasoljuk, hogy mindenki ellenőrizze le, hogy mit töltött fel a felvi.hu oldalra, tehát hogy azok a dokumentumképek, amelyeket esetleg telefonjával fényképezett vagy szkennelt, azok teljesen mutatják-e a dokumentumot, azok tényleg láthatóak-e és a jelentkezőre vonatkoznak. Testvértárok esetén nagyon sokszor fordul elő, hogy nem a saját érettségét, bizonyítványát, nyelvvizsgáját csatolja, hanem a testvérét, és ez nagyon sok esetben okoz utólag kellemetlenséget. Február 15-ét követően új intézmény vagy szakképzés megjelölése nem lehetséges. A sorrendet egyszeri alkalommal módosíthatják a felsőoktatási intézménybe készülők, ennek végső határideje július 11-e. Ez egyben a hiányzó dokumentumok pótlásának utolsó időpontja is, így azok, akik időközben többletpontra vagy pontszámításra jogosító dokumentumra tettek szert, július 11-ig még elektronikusan feltölthetik. Minden évben felmerül, hogy mit tehetnek azok, akik 2005 előtt érettségiztek. Azon személyek számára, akik 2005 előtt tettek érettségit, nem volt lehetőség arra, hogy kétszintű érettségi rendszerben emelt szintű érettségit tegyenek, tehát hogyha ők jelentkeznek egy olyan képzésre, aminek emelt szintű felvételi követelménye van, akkor kettő lehetőségük van ennek a teljesítésére. Az egyik, hogy a kormányhivatalokban emelt szintű érettségre jelentkeznek, ez az egyszerűbb. A másik lehetőségük, hogy a felsőoktatási felvételi eljárás keretében bejelölik, hogy az adott tárgyból szeretnének tenni egy felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát. Ez kiváltja az emelt szintű érettségi követelményt. Azonban erre az utóbbira csak akkor van lehetőségük, hogyha az adott tárgyból középszinten annak idején érettségit tettek. Egyébként ezt nem fogják tudni megtenni a felvételi keretében. Az érdeklődők részletes tájékoztatót a témával kapcsolatban a felvi.hu weboldalon olvashatnak.